Nagy-Britanniában a rászorulókon egyre több élelmiszerbank segít. Ezekben önkéntesek osztják szét a nagylelkű adományozók ajándékait. Egy felmérés szerint az ehhez hasonló szervezetek percenként 6 szeretett csomagot adnak majd át. Ez 61%-kal több, mint a koronavírus előtti időszak mennyisége. Ebben a hideg raktárban egy különösen nehéz év végén is szorgalmasan dolgoznak az önkéntesek. A pandémia következtében idén még több éhes szájat kell jól lakatni, mondta az Euronews londoni munkatársa. A Good Gym nevű jótékonysági szervezet önkéntesei futva vagy biciklizve segítenek, így egyszerre önkénteskednek és figyelnek az egészségükre is. Egyedülállóknak és családoknak is készítünk csomagokat, benne alapvető élelmiszerekkel. Tea, kávé, konzerv, cukor, tészta, rizs, hogy a karácsony előtti időszakban mindenkinek legyen elegendő ennivalója, mondta az egyik önkéntes. Máshol pedig igyekeznek ünnepi hangulatot teremteni a szomorkás időszak után. Van egy WhatsApp csoport. Az emberek itt dicsérik a karácsonyi díszvilágításokat. Egész évben igyekeztünk odafigyelni egymásra, az európai győzelem napján, de egész nyáron. Korábban sosem ünnepeltek így együtt az utcában lakók. Eddig is barátságosak voltak az itt élők, de most váltunk igazán közösséggé, mondta egy londoni férfi. Felkapcsoltuk a díszvilágítást, aztán körbe sétáltunk, hogy találkozzunk a szomszédokkal, ígyunk egy pohár bort. Igazán felemelő érzés volt, mondta egy másik londoni. Nem csak a fényfüzérek népszerűek, a karácsonyfákra is minden eddiginél nagyobb kereslet van. Megmelengeti az ember szívét, színesebbek lesznek a házak, vidámabbak az emberek, karácsonyi dalokat éneklünk, hogy emlékezünk azokra az időkre, amik még vidámabbak voltak. Nem lesz mindenkinek könnyű a karácsony, de közeledik 2021 és a védőoltás, ami reménytelibbé teszi az új évet.